Volt már kísérlet, a parlagon heverő, városi tulajdonban maradt szekszárdi Polák pálya sportos hasznosítására, a lovasport, ezen belül a fogathajtó sport többszöri bemutatkozására. De komolynak mondható versenyt immáron 20-22 éve nem rendeztek itt Szekszárdon, a sportágban. A Szekszárd Lovasbarátok Egyesülete gondolt egy merészet, és összehozta a C és a D kategóriában, akadályhajtásban egy a Megyei Lovas Szövetség versenynaptárában is szereplő fordulót. Teljes sikerrel, mert a sportág hátországa bizony szép számmal megjelent, egyes, kettes fogadban és a póni kategóriában megrendezett eseményen 38-an indultak. Valahol a D és a C kategória arra hivatott, hogy utánpótlást neveljen a B kategóriának, majd később pedig a nemzetközi A kategóriának. Ezzel próbálunk segíteni, kedvet adni a fiatalabb korosztálynak, mert azért most voltak máma is, még 18 év alatti hajtónk is volt, aki még kobakot, gerincvédőt viselt. Hát, ha tudja folytatni, és lesz a Magyarországon jövője tovább a fogathajtásnak. Kellenek a kisebb versenyek, mert a hátország hajtói enélkül nem igazán tudnak fejlődni. És az is cél, hogy a C és D kategóriában folyamatosan legyenek versenyek. Szekszárdon is vannak olyan hajtók, most is indultak már, akik áldoznak erre a sportra, vannak lovaik, de versenyekre már nem tudnak eljutni, no és gyakorolniuk sincs igazándiból hol. Szekszárd szeretne az egykori Polák sporttelepen lovas rendezvényeket, éppen ezért örömmel adta és adja a jövőben is bérbe a területet egy lovas sportban utazó civil szervezetnek. Magyarország, amelyik amúgy egy lovas nemzet, igenis fontos, hogy a lovakat megmutassuk, illetve ezeket a rendezvényeket a közönségnek. A megyében korábban is több helyen, Szakályban, pontosabban Regőben, Tolnán, Szedrésben is voltak ilyen versenyek, és Szekszárd ebből kimaradt. És én azt gondolom, hogy a testületünk rögtön támogatólag átemeli az ügy mellé. Korán beadták a támogatási kérelmet, egy kicsit húzódott, mire végre megoldódott a dolog, de nagyon örülök, hogy mindenki a képviselőtársok közül az ügy mellé állt. Szép kocsikkal, lipicai, holland versenylovakkal, elvétve kisbériekkel teljesítették becsülettel a versenypályát. Ahhoz képest, hogy sok esetben kezdő amatőrökről is szó van, nehéz, egyenetlen volt a pályatalaja, és mégis a tolerálható határon belül verték az akadályokat a hajtók, akiknek bizony nem volt könnyű alapidőn belül érkezni. Persze a legjobbak, a rendszeresen versenyzők többségének ez is sikerült. Két futamra is sor került az akadályhajtó versenyen, a győzelmet a versenyekről jól ismert arc, a dunapatai Nánai Zoltán szerezte meg az összesítés alapján. Nekem ez nyugodtabb verseny volt, mert nekünk ez nem pontszerző most. Ez Tolna megyének volt pontszerző, ők többet idegeskedtek, mint én, mert nekem annyi volt, hogy az első helyet megnyerjem, én ezért nem kapok ilyen országos pontgyűjtő pontot. Mint mondja, abszolút hobbi neki, illetve feleségének a fogathajtás, a megtakarított pénzüket az utolsó fillérig ide teszik. Azért a C kategóriában a tiszakéskei döntőn is valahol elől szeretnének végezni. Nekem egy lipicai félbérlovom van, meg egy fudiózó. De így párban jók. Ezekhez hozzászoktam, együtt nőtünk fő, úgymondván, vagy összeértünk már, úgyhogy ez nem olyan egyszerű lovakat váltani. Szeretne a rendező egyesület hagyományt teremteni ebből a versenyből, és azt is elérni, hogy a szekszárdi kezdő hajtók kedvet kapjanak, akik már ott voltak, fejlődjenek, megmaradjanak ebben a szép, de költséges sportágban.